Kedves testvéreim, Istennek az a szent igéje, amely szólt hozzám. És így számolom most az ő szent lelk által hozzátok is szólni kíván. Megírva található, felolvasott igeszakaszban a négy húzott fiú történetében, Lukács evangéliumának 15. részében, a 20. versben. És útra kelve, el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Ámen. Amikor olyan kb. 8-10 éves korban gyerek voltam, és már a szocializmusnak a rendszeren kezdett recsegni, lopogni, fű alatt elkezdtek a lelkészek különféle gyermek alkalmakat tartani, illetve elkezdtek hittantárolókat szervezni. Az volt az érdekessége ezeknek a hittantárolóknak, hogy nem hivatalosan zajlottak, illetve hogy az úttörő táborok területén voltak ezek a hittantáborok, és ettől egy olyan különleges élményt nyújtottak, legfőképp a felnőtteknek, akik jobban értették, hogy mit is kellett 80-as éveknek a második felében hittantábort szervezni. Nekünk gyermekeknek, illetve nekem személyesen pedig azért volt nagy élmény, mert először ott jártam táborba. Ott éreztem meg, hogy milyen egy tábor körülmény. Ott hallottam először kicsit bővebben, részletesebben Jézus Krisztusról, illetve akkor már bejött videókazettán Magyarországra Jézus életéről szóló film, nem is egy, hanem kettő, azokat is ott néztük meg, és ezek már nagyon elevenet élnek mellett ezek az élmények. Ezekben a táborokban édesanyám segítőként, önkéntesként ott volt, hogy a lelkészetek a munkáját segítse a gyermekekből. Egy alkalommal, nem tudom már miért, talán ilyen kiskamaszos dacból, neveletlenségből, szentelenségből, elkezdtem az unokatestvéremet piszkálni, csúfolni, cigizni. Aki egy darabig ezt küldte, aztán megsértődött nagyon, és oda ment anyukának, és mondhatni, elmondta az egészet, beállult engem. Édesanyám pedig aztán szembesített vele, odállított el, és azt mondta, hogy igaz-e, hogy én ezt is azt mondtam az unokatestvéremnek. És szintén dacból, meg olyan neveletlenségből letagadtam az egészet. Édesanyám ezzel nagyon megsértődött, annyit mondott, hogy az is nagyon fáj neki, és nagyon bántja, hogy én egyáltalán az unokatestvéremet csúfoltam és gúnyoltam, de hogy hazudott neki, az végig fáj neki. És azzal megfordult és utalott. Hát de nagyon rosszul még soha nem éreztem magamat addig életem során. Teljesen leforrázott ezt, hogy a nagyokám mondott, illetve az, hogy faképnél vagyok, és hogy akkor most mi van. És körülbelül egy negyedre a fél óra múlva sírva kerestem meg őt a tárolt területén, és kértem tőle bocsánatot. És akkor anyukám nem szólt semmi, csak magához ölelt és megköszönt, és akkor ránéztem, akkor azt láttam, hogy könnyes a szeme. Életemben akkor először tapasztaltam meg nagyon-nagyon mélyen, hogy mit jelent nagyon bánkódni azon, hogy valakit megbántottam. És őt mondhatni a számomra a legfontosabb személyt, leginkább szeretetet az édesanyámat. Hogy mit jelent az, amikor én kicsit tördelve a kezeimben, küzdködve a könnyeimmel, bocsánatot kérek tőle, és mit jelent az, hogy ő annyira szeret engem, hogy nem mond igazából semmit erre, mert még egyszer összeszívott azt mondja, hogy ne legyél ilyen fiam, hanem egyszerűen magához ölelősnek beszél. Ugye szeretetben nagyon mélyen benne van az, hogy bánkódunk, hogyha a másikat megbántjuk, nagyon mélyen benne van az, hogy képesek vagyunk bocsánatot kérni, és talán még mélyebben benne van az, hogy lehet, hogy már azelőtt megbocsátunk a másiknak, mielőtt ő bocsánatot kérne tőle. Tékozott fiúnak a története, az egy nagyon ismert történet. Most, amikor hallgattam, hogy a Gergő felolvasta, egyből azokat eszem, hogy úgy jutott eszembe, hogy mennyiszer hallottam én már ezt, mennyiszer olvastam már a Szentírásban, rengetegszer előjött ez hittanórákat, konfirmáció előkészíteni, és így tovább. Ez a történet egy nagyon ismert, sőt, már közhelyes történet az evangéliumokban. Itt lehet még erről elmondani, és talán neked is ezek a gondolatok jönnek elő. Tehát én ezt ismerem kívülről, fújom, tudom, hogy ez végül is bocsánatkérésről, megbocsátásról, meg arról, hogy Isten visszafogad. Meg fog visszafogadja a bűnös, megkérő embert. Mit lehet még erről mondani és erről beszélni? Azért fontos most újra elővenni a tékozó fiú történetét, és ezen keresztül keresni Istennek az üzenetét, a tanítást.
kifelé nyitott, megfogadott toleráns, különösen is az etnikai csoportok és krízis helyzetben élő felé. Nyitott, toleráns, megfogadó, különösen az etnikai csoportok és a krízis helyzetben élők felé. És a milyenek szeretné látni a gyülekezetet, kicsit konkrétan a milyenek szeretné látni a gyülekezetet. De ahhoz, hogy el tudjál jutni erre a pontra, hogy valóban ilyen keresztény van, azért azt, hogy egy kicsit hátrébb kell lépni. Meg kell nézni, meg kell újra tapasztalni azt, hogy te is befogadott, illetve visszafogadott vagy. Hogy azokról, akikről szó van, akik felé nyitottnak és befogadottnak kell rendezni szerint, csak akkor tudsz ilyen lenni, hogyha magad is újra átéled, sőt azt is mondhatom, hogy naponta újra és újra átéled, hogy Isten visszafogadott és befogadott. És most ezzel az alkalommal ebben fognak segíteni a tékozó fiú történet. Nagyon megfogadó dologgal kezdődik ez a történet. A fiú azt mondja az apjának, aki a vagyon rágása részét, kiél az örökségemet. Hát ezzel már felháborodunk és megfogadunk. Hát onnan van házasság ebben a fiúnak. Hát az örökséget az a halál után szokták megkapni az örökösök, és remélik azt még az élőtől elkérni. Hát hogyan van ez? Hát mit képzelhet el? A megfogadó nem is ezzel a történetben, illetve ebben a fordulatban, hanem az, hogy az apja azt mondja, hogy itt van tessék. Odaadja neki a vagyona rá első részét. És aztán elengedi a fiát. Már nem szól egy szót, de hozzá képzeleti, hogy azt mondja, hogy menjen is a hírére, próbálj szerencsét, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Biztos, hogy fáj az apának az, hogy a fiú ennyire szemtelen, rimasz módon elkéri az örökséget, amit csak az apja halálában életnék meg. És mégis nem azt mondja, hogy mit képzelsz magadról, nem azt mondja, hogy akarok minden, kitagadnak a családból, hát hogy gondolod ezt, hanem odaadja neki, és fáj a szívvel, de elengedi a fiát. Szabadságot ad ennek a gyermeknek. Azt mondja, hogy végül is oda mész, ha akarsz, és azt csinálsz, amit akarsz, felnőtt ember vagy. Tegyél úgy, ahogy jónak látod, én elengednek, én szabadtá teszlek téged. Isten szabadságot ad az embernek, ilyen szabadságot kap az ember is ettől, amilyet ez a tékozó fiú is. Hogy végül is bármit lehet csinálni, azt csinálsz, amit akarsz. A te életed, te kezedben van, ahogy neked tetsz, ahogy jónak látod. Isten nem akar rabszolgaként kezelni, nem egy robotot akar belőle csinálni, hogy azt csinálni, amit ő mondta, hogy parancs, teljesítsen. Azt mondja, hogy szabadságod van. Erről szól valahol bűnösen, és Ádám és Éva története. Szabadságod van az első emberpárnak azt mondani, hogy nem. Hogy elfogadok Istentől. El lehet menni Istentől, és hátad lehet neki fordítani. És Isten szeretetből nem korlátoz senkit. És szeretetből nem állít meg senkit. A tékozó fiú elmegy, és elhervál, eltékozolja a vagyonát. Eltapsolta a teljes összeget. Nem tudjuk, hogy mennyi részből van szó, de biztos, hogy egy jelentős összegből. Oda jut a végén, hogy zsidó létére disznópásztor lesz. A pogány ember disznóit kellene őrizze. Ez számára egy nagyon megalázó helyzet, hiszen a zsidó számára a disznó az egy tisztáltan állat. Nem érintették. Nem mehettek a kúságba. És ebből a zsidóból disznópásztor lesz. De nem csak a megaláztatás volt vagy a számára, hanem az, hogy az élete veszélybe került. Hiszen, ahogy hallhattuk a történetben, annyira éhes volt és annyira nem kapott semmit, hogy még a disznó húslékára is éhes lett volna enni. Milyen mélységbe süllyedt ez az ember, aki egy jóvonú családból jött, fogta a vagyon rá és a részt, hogy megkapott az apjától, fogta a szabadságát, és aztán ezzel mégis csak annyit kezdett, hogy elkezd önmagát elpusztítani, és a végén oda jut, hogy a disznóknak a moslékával erre legszívesebben, mert éhen fog pusztulni. És itt jön a fordulat a történetben. Úgy fogalmaz Lukács, hogy magára szállt, hogy elkezdett befelé figyelni, hogy leült és átgondolt az egész életét, és azt mondta, hogy én itt vagyok, és ezt fogok tovább csinálni, amit végül saját magamnak köszönhetek, akkor idénkre fogok veszni, meghal, nincs más lehetősége. És itt jön a kegyelmi pillanat ebben a történetben, amikor Isteni sugalmazása, a Szentlélek indítására, ez a fiú eljut arra, hogy nem mehetnék haza, de mégis haza fogok menni. És bár az apám nem fog visszafogadni a fiának,
mert mégis nagyon-nagyon szemtelen és illetlen voltam vele szemben, még szolgálat sem, de remélem, talán egy ménesnek. Talán egy olyan munkásnak ott a ház körül, aki naponta kap egy kis ennivalót, és akkor azzal eltengetem az életemet, csak juthassak haza, mert ha itt maradok, én meg fogok halni. Vége lesz az életemnek. És ez a pont azért döbbenetes és egyben csodálatos, mert azt gondolom, hogy sokszor az Isten kegyelme az mindig valami nagyon jót jelent, hogy Isten megáll engem, hogy jól megy a sorom, minden rendben van az életemben. Hogy úgy jól érzem meg a bőrömben, és azt gondolom, hogy na, ez Isten kegyelme. És Isten megmutatja ezt a történetet keresztül, az is kegyelmi pillanat, amikor éppen egy falat áll elé. Amikor éppen azt mondjuk, hogy arra nem menjél tovább, mert arra a halálon, fordulj vissza. Fordulj vissza azon az úton, amelyen elindultál. Ezek az akadályok, ezek a falak is lehetnek kegyelmi pillanatok, mert Isten szeretne önmaga felé fordítani engem. Szeretne, hogy az életem nem a biztos halál felé menne, hanem a biztos élet felé tart. Amikor az a fiú elindul, magában gondolkodik, hogyan és mit mondjak az apának. Azt fogom neki mondani, hogy ellenem is, mert az így ellen, az Isten ellen vétettem, én nem vagyok méltó arra, hogy kérlek megveszni, megértem, hogy mit akarsz, én erre számítok, sőt, nem lepődöm meg, ha ez fog történni. Csak annyit adjál nekem, annyi kis munkát, hogy valami kis ennivaló legyen, ne hallani ilyen, mert a te házad el lehet lenni, még mindig jó, mint ott a disznók várunk mellett. És aztán jön a döbbenetes történet, a történetben a döbbenetes pillanat, igazából a fordulópont és a katarzis, ami ez a hirdetlenül találunk is egy nagyon-nagyon érdekes festményt, Rembrandtnak a Jégozó fiú hazatérése című festményét. Ezen látszik, hogy mi történik. Nem az történik, ami nagyon logikus lenne, hogy azt mondanák, hogy igen, már pedig egy apa ezt tenni, mert hogy megsértettünk a fiam, és teljesen jogos lenne az, hogy kitakarja és elzavarja. És ezen a festményen nem ez látszik, hanem a történetnek a maga, a lényege, a Jégozó fiú életére nézve. Az, hogy még haza se ér, csak közeledik a házhoz. Mondogatja magát ezt a mondatot, mit is fog én az apának mondani. Talán gondolt is mondott magát ennek a fiúnak, talán könnyebben küzdött, és akkor hirtelen az apa meglátja, elkezd felé szaladni, a fiúnak talán földbe gyökerezik a lába, és akkor az apa megöleli és megcsókolja. Úgy mondanák, hogy elkezdik küszébletni, össze-vissza küszébletni a fiát. Nem mondott még semmit, nem csinált még semmit, csak közeledett a ház felé ez a fiú. El tudjuk képzelni, hogy mennyire ne lehetett zsóvályodva, milyen vékony lehetett a bordá és kirátszotta. Koszos lehetett, hiszen tisztáltat is akarott a disznóknál. Torzomban az kinézete lehetett, lesz kaphatott már róla a ruhát, egy ilyen szerencsétlen hajléktalan kinézete lehetett. Az apa meglátja, akkor nem azt mondja, hogy mit képzelsz, hogy hazajön. Hát hogy gondolod ezt? Hanem odaszaladt, és nem foglalkozik az, hogy hogy néz ki, meg milyen a fiam, hanem megöleli és megcsókolja. És ebben az egészben benne van az, hogy mindent megbocsát neki. Még mielőtt bármi is szól ez a fiam. Ebben a történetben, ebben a fordulópontban, az evangélium mit van előtte? Ez az a kincs, ami miatt nagyon értékes a Jégozó fiú története. Istennek a szeretete az előbb van, mint az embernek a bűnbánata. Isten előbb szeretett téged, mint hogy egyáltalán arra eljutottál volna, hogy ő létezik, hogy szeret téged, és hogyha haza akarsz térni hozzá, akkor meg kell várni a bűnédet, akkor meg kell változni. Isten még az előbb szeretett téged. Mielőtt még bocsánatot kértél volna tőle. Ahogy az apa már megbocsátott a fiának, mikor még egy szót sem szólt, úgy, hogy Isten már eltörölte a bűneidet, mielőtt egy örömmel is odajárultál volna hozzá, hogy megvan minden egyes bűnöd. És aztán, ha lehet még mondani, jön a happy end a történetben, a Jégozó fiú szemszögéből, hiszen ráadják az új ruhát, a legdíszesebbet, csalók húznak a lábára, és gyűjt az ujját. Ruhát öltöztetik, azaz visszahelyezi az apja ugyanabban a szerepéről, mert volt fiává fogadja vissza. Sarut húz a lábára, mivel azt üzeni, hogy végül is oda vissza, ahol akarsz. A szabadságod az most is megvan.
nem fognak ide látszani, nem fogom azt, hogy egyszer már elmentél itthonról, már pedig most itthon fogsz maradni, és soha többé nem is sem van. A szabadságot megadom. Megint elmehetsz, és eltékes a címet, de tudod, hogy akkor a biztos halálát. De a szabadságot megadom. És gyűrűt húz az ujjára, amivel hatalmat ad neki a szolgák, a vagyon, az ingóság és az ingatlan vagyon felett, minden felett. Visszakapja a fiúságát, visszakapja a szabadságát, és visszakapja a hatalmat, ez a fiú. Pedig ő csak annyira vágyott, hogy egy véres helyesse, hogy legyen mit ennie. És a lehető legtöbbet kapja az apjától. Vagy végig gondolod a tékozó fiú történetét, és most egy kicsit visszaugrunk a mélységre, a biztos vágyó mellé, az ég halálhoz. Akkor te eszedbe jutott, te is voltál már ilyen élethelyzetben, vagy éppen most is ilyenben. De azt látod, hogy nincs kiút. Nem tudod, hogy merre vezet az út kifele abban a helyzetben, amiben vagy, vagy amit belében voltál. Hogy nem tudod, hogy hogyan fogsz ebből kikeveredni, hogy oldod meg azt a problémát, amivel szembe kell nézni. Összecsapod a hullámot a fejed fölött. Azért, mert elvesztettél valamit. Azért, mert gondol a családban, hogy éppen nőkre vagy a családban. Azért, mert a munkahelyedre van a problémát, vagy éppen nincs is munka. És aztán sorolhatnák meg a rengeteg helyzetet, élethelyzetet, amiben megélheted, átélheted, hogy mi az, amikor nincsen kiút, amikor nem találod a kiút. És ebben a történetben, a te élethelyzetedben is van, vagy éppen volt, megélheted, vagy megélheted, hogy Isten kegyelmében a mélységben is működik, és azt mondja, hogy van kiút. Ha nem is látod, de én tudom a kiutat, én megmutatom neked, térjél haza, térjél vissza hozzá. Ez az egyetlen út az életnek. Minden más lehetőség csak a halálban vezet. És Isten olyan, mint ez a szerető édesapa, otthon vár, hogy végre hazatérjél, hogy magához ölelhessen és össze-vissza puszilgathasson, megcsókolhasson téged, hogy fiával fogadjon téged. Azonban Isten sokkal több, mint a történetben szerető édesapa. Ugyanis ő nem otthon ül tételen a kezét ölel, vagy nyilván mikor jön már haza ez a gyerek, hanem Isten cselekvő atya. Aki a legnagyobb dolgot tette meg érte, odaadta az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztus. Jézus azért harcol a kereszten, hogy a bűnédért a büntetést magára vállalja, és te bármikor hazatérhesse és visszatérhesse Istenet. Hogy Isten ezt megtette érted, már azelőtt, hogy megszülethettél volna. Már azelőtt, hogy ismerted volna, már azelőtt, hogy megfogta a fejedet, vissza kéne térni hozzá. Már azelőtt, hogy nyitottad volna a szádat, és azt mondtad volna, hogy Uram, bocsáss meg nekem, mert bűnös ember vagyok. Isten már nagyon régen odaállózta érted Jézus Krisztus. A számára legdrágábbat odaadta, függetlenül attól, hogy te mit kezdesz ezzel. Függetlenül attól, hogy hazatérsz Istenhez, és hogy visszafogadhat-e téged, vagy nem. Megfogadhat-e téged, vagy nem. Hogy hálat fordítasz-e neki, vagy nem. És éppen ezért nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Isten elhazarolta, eltékozolta Jézus Krisztus életét. Isten, mint tékozó Isten, eltékozolta az egyszerűt fia drága életét, azért, hogy te elvethess, hogy egyáltalán visszatérsz hozzá, mint semmi. A lehető legnagyobbat tette Isten, amit csak tehet érte. És azzal, hogy Jézus Krisztus odaadta érted, mindent odaad neked. Maradéktalanul megajándékozott mindenségére. Hogyha hazatérsz hozzá, akkor ő gyermekévé akar fogadni téged. Te is gyermek lesz Isten házában, Isten otthonában. Sokszor az a tapasztalatom a gyülekezetünkben, meg a saját hitéletemben is, hogy nekünk sokszor csak olyan véres reménységünk van. Azt gondoljuk, hogy a tékozott fiú csak egy kicsit kapja Istentől. Az nekem bőven elég, nem kell nekem tőle. Csak egy kicsit bocsásson. Csak egy kicsit segítsen rajtam most ebben a nehézségben. Csak hogy ezt az évet kihúzzam valahogy. Csak hogy ezzel a nehézséggel meg tudjam küzdeni. Én nem kérek, nem kívánok többet. Sokszor csak eddig látom, hogy Isten odaadta a mindenséget. Mert ő nem azt mondja, hogy hát ha hazatérsz, akkor átgondolom, hogy lehetsz egyáltalán egy béres az én házamnál. Hanem azt mondja, hogy gyermekem, én fiamnak fogadlak vissza. Hogy befogadlak téged. Hogy neked adok mindent, ha már Jézus Krisztusban mindent odaadta. És Isten nem azért teszi ezt, hogy most hajlom érjetni és hálás legyél neki, hanem azért, hogy
Isten fiának gyermekével akar visszafordulni téged. Látva a tékozó fiú történetét, azt a mélységet és magasságot, amit ő megélt, és látva, hogy ezért a te életedben is voltak, vagy éppen vannak ilyen helyzetek, ilyen mélységek, hogy Isten ki akar szabadítani, és az ő gyermekével akar téged tenni. Mindent neked akar adni, amit csak tud, mert ő végtelenül szeret téged. Felmerül a kérdés, hogy és ezzel te most mit kezdesz? Hogy mit mondasz erre Istennek? Mi a te válaszod? Mi a te lépésed? Mit cselekszel? Azt gondolom, hogy tényleg komolyan veszünk Istent, komolyan veszünk a tékozó fiú történetét, és jól értelmezzük a saját életünkre, akkor nem maradhatunk tétlenül. Akkor az a legjobb döntés, hogy hazatérsz Istenhez. Odaállsz el és megmondod a bűnédet. De mielőtt ezt megtennéd, biztos lehet szabadulni magához olyan téged, hogy megbocsát minden bűnédet, és hogy gyermekévé fogad téged, neked ad mindent, amit csak neked adhat. És hogyha visszatértél, akkor pedig fontos, hogy arra törekedj, hogy a szerető atyai házában, hogy hiszen ott a legjobb. A disznók vájó mellett a válság, a nehézséget csak a halál vár rád. De az atyai háznál az életet, az örök életet kapod meg. Törekedj arra, hogy otthon maradj. Hogy ne megint elmenni és eltékozod a kincseidet. És hogyha ezt valóban megéled, hogy Isten gyermekévé fogadott és mindent megadott, és az ő házában neked szabadságod van, neked helyed van, téged ott szeretet és elfogadnak úgy, ahogy vagy, akkor az az utolsó, hogy örülsz ennek. Hogy kifejezed az örömedet, ahogy a történetben egy hatalmas nagy lakomát rendeznek, egy egész nagy bólint levágnak és megsütnek, és ott van boldog-boldog, a mindegyes rokon a szomszéd szolga, és mindenki azt, hogy végre hazatért a tékozó férfira, már azt hitték, hogy meghalt, hogy már temethetik. Ezt az örömedet nagyon fontos megélni a hétköznapokban. Isten gyermeke vagy, aki végre hazatér, hazatalál, és a lehető legjobb helyen van az életen. És ha meg tudod élni ezt az örömet, akkor ez látszani fog az életeden. És akkor ez sugározni fog az életedből. És akkor lehetőséget fogsz kapni arra, hogy a téged körülvevő, tékozó fiúknak megmutasd a hazavezető utat. Hogy megmutasd merre az atyai ház. Hogy arra bátor és nőnek, hogy érdemes hazatérni. Mert lehet újra ezt magunkat, amikor tékozóitat élünk, de annak a vége csak a halál lehet. Viszont, hogyha hazatérünk, akkor az örök élet végén is a otthonában, már ebben a földi életben ezt a boldog, örökké tartó életet élhetjük, amiben nincsen semmiféle szükség, nincsen nélkülözés, hanem csak gazdagság és bőség van Isten otthonában. Ámen. Énekeljük most a 296-os számú énekünket. A 296-os számú éneknek az első versét, ez a Léged énekeskönyv 460-as számú dicsérete. Az első vers így kezdődik, amint vagyok, sok fiú van.
Kérjük, Urunk, segíts minket, hogy minden hazatértünk hozzá. Ne távolodjunk el újra tőled. Maradjunk az atyai házba, és csodálkozzunk rá. Nem bénesek és szolgák vagyunk, hanem te gyermekünk. Segíts, hogy ezt meg tudjuk élni. Hogy az ebből fakad örömünket ne rejtsük vég alá, hanem mutassuk meg ebben a városban. Küldj minket a többi, tékozó gyermekhez. Urunk, könyörgünk a betegeinket, gyászolóinket, szenvedő testvéreinket. Felépedünk, oltalmazd, bátorítsd és gyógyítsd őket. Kérjük egyházunkért, országunkért, minden keresztény emberért, aki üldöztetésre jár. Jézusért kérjük, hallgass meg minket. Ámen. A csendes perc alatt hozzuk Isten elé személyes imádságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy személyes imádkozás meghallgató. Ti azért így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a rosszat, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenünk.